Tegnap vette kezdetét Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidő Központban az 5. Jazz Főváros, ma pedig percek múlva sor kerül a hivatalos megnyitóra is, és itt van mellettem Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is, üdvözlöm. Mondhatjuk, hogy már hagyománnyá vált a Jazz Főváros itt Kecskeméten, és gondolom a város büszke a Jazz Fővárosra. Természetesen büszkék vagyunk, 6. éve rendezzük meg ezt a fesztivált. Sajnos tavaly a járvány miatt nem tudtuk együtt élvezni a jazzt és a ragtime muzsikát, de most újra itt a vízparton, a nyár legmelegebb napjai egyikén néhányan, sokan összegyűlünk, és Kecskeméten újra jazzfőváros van. Mit jelenthet ez a fesztivál, ez a programsorozat Kecskemétnek? Hát tovább színesíti az amúgy is nagyon izgalmas kínálatot a nyári fesztivál időszakban, és ezt természetesen a zenei területen is teszi, hiszen Kodály városa vagyunk, és Kodály városaként azért nem csak a komoly zene, hanem az igényes könnyű zenének is helyet kell adnunk, és ezért ezúton is szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy időt, fáradtságot nem kímélve idén is megszervezték. Tehát Kodály városában mindig lesz helye a zenének. A zenének is, és mindenféle műfajnak, az igényes zenének mindig van helye nálunk. Szeberényi Gyula Tamásnak köszönöm szépen. Az augusztus 8-áig tartó fesztiválon a jazz minden műfaja képviselteti magát. 4 nap alatt 5 színpadon 10 ország, 151 zenésze lép fel, akik egyébként több mint 50 órát játszanak jazzt itt a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. A részletes programok pedig a jazzfőváros.hu, valamint a híres.hu oldalon olvashatók.